Folytassuk mai műsorunkat egy olyan beszélgetéssel, aminek azt gondolom, hogy így halottak napja Minden Szentek táján különös jelentősége van, annál is inkább, mert ugye a halottainkról ugye ilyenkor emlékezünk meg, és a hajdunánási temetőben van egy olyan parcella, amely elesett hőseinknek, katonáinknak állít emléket. Nagyon sok szeretettel köszöntöm stúdiumban Buczkó Józsefet, a Móricz Pál helytörténeti gyűjtemény igazgatóját, illetve hát mint néprajzkutatót, mint Városfejlesztési Bizottság vezetőjét, tehát azt gondolom, hogy nagyon sokféle minőségedben jelen voltál annál a dolognál, ami elindította azt az eseménysort, ami ennek a hősök parcellájának a megújulásához vezet. Azt gondolom, hogy akik mostanság kint járnak a temetőben, azok is valószínű, hogy már megdöbbenve látják, hogy mekkora változáson ment ez keresztül. Hogy került erre sor egyáltalán? Régi tervünk, régi elképzelésünk volt, hogy ezen a szent helyen, ahogy a nagy háború idején nevezték a hősök parcelláját, méltóbb állapotba hozzuk, alapvetően azért is, hiszen ott mégiscsak hőseink nyugszanak. És hát ebben a folyamatban nagy segítségünkre volt, még az idei esztendő első hónapjaiban, egy pályázati forrás, egy pályázati lehetőség, melyet a Hadtörténeti Múzeum és Intézet, illetve a Hadügyminisztérium közösen írt ki. A cél az volt, hogy a településeken még fölelhető állapotban lévő hősök temetőjét, mint kegyeleti helyeket pályázati forrásból újítsák fel a települések. Nos, erre a pályázatra benyújtott a Hajdunánás városa és a maga elképzelését, szakmai koncepcióját, és hát nyert is a város, minek eredményeképpen a határidő az az idei halottak napja környéke, amikor ezt a folyamatot el kellett végezni, ezt a munkát, ami a felújítás minden részletére kiterjedt, ezt az elmúlt kb. 3-4 év alatt el kellett végezni a városnak. Egy picit tekintsünk vissza, hogy gyakorlatilag ugye a város hozta létre, hogyha most jól emlékszem, ezt a temetőt, mikor lett ez, tehát mikor osztották itt ki a parcellákat, hogy történt ennek egyáltalán a létrehozása, hiszen ugye az első világháború követően jött ez létre. Még tulajdonképpen hamarabb, pontosan az első világháború alatt. 1915 végén, 1916 tavaszán, tehát a háború derekán született egy gondolat itt helyben, amit egyébként egy országos rendelet motivált, hogy a hősöknek valamilyen formában emléket kell állítani. Ez még 1911-ben született, 14-ben született ez a rendelet. Persze az időközben telt, a háború haladt előre, és szaporodtak a hősi halottak, és hát helyben is egyre inkább megfogalmazódott az a gondolat, hogy valamilyen módon emléket kell állítani a hősöknek. Ebben a vonatkozásban az első lépést a helyi ipartestület tette meg 1916 márciusában, amikor egy beadványt jutatott el a város képviselő testületéhez, azt kérvén, hogy hozzanak létre mind a két temetőben, akkor két temetője volt a városnak, a régi alsó temető és a itteni régi felső temető, egy-egy parcellát, hogy a hősöket, illetve azokat a hősöket, akik nem harctéren estek el, hanem itthon betegségükben haltak meg, vagy harctéri sérüléseikben haltak meg, azokat ezen a helyen eltemethessék. Nos, hát ez olyan kedvező visszhangra talált, hogy annak az esztendőnek, tehát az 1916. évnek az őszére a hősi parcellát meg is nyitották, de nem mind a két helyen, hanem úgy döntöttek, megítélésem szerint nagyon bölcsen, hanem egy helyen, a legnagyobb temetőnek a legszebb helyén, a legkiemeltebb helyén, azon a ponton, ahol minden temetőbe érkező első élményét szerző a temetőről, nos, ott nyitották meg 1916 őszén. Hány, illetve inkább azzal kezdeném a kérdésemet, hogy itt ezekben a sírokban hazahozott katonák holttestei vannak, vagy pedig csak jelképes, van amelyik jelképes sír? Nos, minden sír alatt egy-egy hős nyugszik. 1914 hősi halottjai közül senkit nem tudtak hazahozni, 1915-ből egyet, Takács Miklós nevezetű honvédet, majd az azt követő évekből már többet. 1917-18 összesen 18-at tudtak, akiknek egy része tényleg kint halt meg valamelyik harctéren, és annyira tehetősek voltak a szülők, hogy vállalták a költséget és hazahozták, mint például 1917 őszén Daróczi Ambrust. Mások esetében pedig az történt, és ők vannak többen, az összes 63, illetve azon belül egyébként 42 az első világháborús hősöknek a létszáma. Ők valamennyien itthon haltak meg. Egyrészt hazaengedték, vagy hazaküldték őket háborús sérüléseik miatt, hogy a kórházi ápolást követően még itthon lábadozzanak, és hát ez persze nem mindenkinek sikerült, hanem ezekbe a betegségekbe belehaltak.
Ez 1920-as évek elejére gyakorlatilag lezajlott, ugyanis hogy a város hősöknek tekintette azokat is, akik nem csak harctéren veszítették életüket, hanem ott szerzett sérüléseikbe itthon haltak meg. A folyamat maga, amíg az utolsó ilyen hőst ide temették, az 1931. Tehát ez jelzi azt, hogy milyen kegyeletesen, milyen tisztelettudóan viszonyultak azokhoz a férfiakhoz, akik hosszú betegségük után, de első világháború sérüléseik, mert itthon meghaltak. Második világháborús hősök nyugszanak itt, vagy csak az első világháború? Nyugszanak. Az történt, hogy a két háború közötti időben is, szintén egy nagyon bölcs döntés eredményeképpen, ide temették azokat a katonákat is, akik valahol békebeli szolgálatok idején hősi halált szenvedtek, például határmentén, határvillongások következtében. Majd a második világháborúban hasonlóképpen, természetesen itt is csak azok kaptak végső nyughelyet, akiket haza tudtak hozni. Csak két-három ilyen személy van, illetve vannak közöttük gyerekek például. Milyen érdekes, hogy hősi halottak között gyerekek és még hozzá lányok, ugyanis 1944-ben, amikor megérkeznek ide a szovjet csapatok, ugye ősszel vagyunk, novembertáján, akkor aknák hevernek mindenfelé, és történt az, hogy három kislány talált egy ilyet, elkezdtek ezzel játszani, állítólag, vagy elmesélték nekem, egy szekér lőcséhez ütögették ezt a kisebb méretű aknát, ami fölrobban, mind a hárman meghaltak, mind a hármukat itt temették el egyébként. Egyébként egy sír, kettő sír van pillanatnyilag, valószínűleg az egyikbe ketten nyugodhatnak. Elképzelhető, hogy testvérek voltak. Igen. Összességében azt mondhatjuk, hogy 63 sírban nyugszik hajdunánás hősi halottjai, akiknek egy része, tehát 42 fő, azok az első világháborúhoz köthetők, az összes többi pedig békeidő és a második világháború hősi halottai. De azért ez annyira érdekes, hogy tehát mondjuk 45 előtti város vezetése az gondolt mindezekre. Tehát, hogy nem csak azokat temették ide, hanem akik szolgálat közben is életüket veszítették, hiszen azért azóta is megtörtént, tehát mondjuk 1945 után is megtörtént, hogy elég sok fiatal katonánk vesztette itt-ott-amott szolgálat teljesítés közben életét, és nekik már nem jutott. Lezárták ezt a történetet, tehát van, volt, kész, és nincs tovább. Én azt gondolom, hogy nem. Szerintem a maiak sem zárhatják le. Ha a mai hősi temetőnek a keleti részét tekintjük át, akkor ott találunk 1950-es, 60-as, sőt 70-es évek eléről való hősöket is, akik, mint mondottam, valahol valamelyik határvidéken veszítették életüket, vagy éppen valamilyen terepgyakorlat vagy hadgyakorlat következtében. És tekintette arra, hogy az élet hozhat ilyen helyzetet bármikor, éppen ezért ma is úgy gondoljuk, hogy a temetőnek a keleti részét azt nyitva hagyjuk, az nincsen lezárva, már csak azért is, mert történt az, hogy a első világháborús hősöket sem temették valamennyiüket ide. Ugyanis akiknek olyan szoros családi kötődése volt, azokat több esetben négy ilyenről tudunk. Egyébként a régi felső temetőben helyezték örök nyugalomra is. Családi. És nagyon könnyen rájuk lelhetünk tekintettel arra, hogy arra azért volt figyelme az akkori városvezetésnek, hogy számukra is ugyanolyan sírjeleket állítsanak, mint amilyenek a hősök temetőjében vannak. És ez egy külön kis gondolkodás megérdemel, hogy milyenek is ezek a sírkövek itt Hajdunálásról. Milyenek voltak ezek? Nos, hát az történt, hogy amikor az első években itt elhelyezték, eltemették az első hősi halottokat, akkor a szokásnak megfelelően fa sírjeleket állítottak, döntően természetesen református stílusot, tehát egy oszlop formájút, illetve egy-két kereszt is volt köztük, mert katolikusok voltak. Ám 1920-as években, amikor ugye kegyeleti nappá rendelték törvény által a hősök emlékezetét, ezért úgy döntött a város vezetés, hogy egy pályázati formában lehetőséget teremt arra, hogy egységes sírjelek és időtálló sírjelek készüljenek a temetőbe. És hát élt akkor ebben a városban egy Szabó Sándor nevű első világháborús hadirokkant, félkező volt egyébként, háborúban elvesztette az egyik karját. Ő egyébként ilyen műkövekkel, sírkövek készítésével foglalkozott, benyújtott egy pályázatot az általa elképzelt terv szerint, elfogadták, minek eredményeképpen 1927-ben minden egyes sírra állítottak egy malátható, gyönyörű, műkőből készült sírkövet, és arra egységesen fölvésték, egységes betűformával az áldozatok nevét, rendfokozatát, stb. Illetve olyan, hogy meghalt ez a mester, azután ugye föllett ennek, és akkor mi van? Van-e folytatás? Van. Egészen az utolsó sírkövig, tehát még a 60-as években is ugyanilyen stílusú sírkövet készítettett a város, és minden esetben a város a saját költségén.
De ez azért olyan nemes, mondjuk ezt nem tudtam, tehát én azt gondoltam, hogy ott a 40-es évek, tehát hogy a II. Világháború végével lezárult, tehát akkor még a 60-as években is élt ez a tisztelet a hősök iránt, és azt gondolom, hogy ez szintén megérdemel egy néhány mondatot, hogy azok az emberek, akiket behívtak, mert menni kellett. Ugye a legtöbbük még a háború elején nagy volt a lelkesedés. Akár az egyik, akár a II. Világháború. Bár lehet, hogy a II. Világháború már kevésbé volt annyira nagyon kedvező, bár azért ott a területi dolgok miatt jelentős volt a lelkesedés. De hogy végül is azért a hazáért adták az életüket. Hogy mennyire van ma ennek tisztelete, emlékezete? Ezt nagyon-nagyon nehéz megítélni, de ha nagyon a dolgok mélyére néznénk, lehet, hogy sok csalódás érne bennünket. Ők az 1920-as években is úgy gondolták, elődeink, az akkori városvezetés, hogy ezt a helyet mindenképpen meg kell jelölni egy emlékkővel, ami tájékoztatja a maiakat, de legfőképpen az utódokat arról, hogy kik nyugszanak itt, és kiknek tekintette őt az akkori város. Sajnos ez nem valósult meg. Egyébként ezt most örömmel mondhatom, hogy most 2017 halottnak napjára viszont megvalósul. És hogy miért fontos ez? Azért, mert ugye éppen 100 esztendőre vagyunk már a nagy háborútól, az első világháborútól. A maiaknak már nincs olyan szoros kötődése ehhez a háborúhoz, és egyáltalán a halálhoz, a hősi halálhoz leginkább, a későbbiekhez sem. Tehát a maiakat már erről tájékoztatni kell, de mégis arra gondolunk, hogyha ezt a helyet kegyeleti okokból is, tiszteletből is, hazaszeretetből is olyan állapotban tartjuk, akkor ennek az elsődleges üzenet, ami az esztétikai élményen keresztül juthat el a szemlélőhöz, talán így elérjük a célunkat, és felébresztjük az emberekben a tiszteletérzését. Annak idején tudom, hogy felhívással fordultál a város lakosságához, hogy akinek van bármiféle fajta kötődése, jelentkezzen. Nem tudom, hogy mennyire él még a leszármazókba, hiszen már dédunokák, meg még ők unokák is lehetnek már, akiknek az ősei felmenői, vagy felmenője ott nyugszik abban a temető részben. Azt mondhatom, hogy sajnos nem volt ez nagyon sikeres. Én azt hittem, hogy azért akiknek ott nyugszanak a hőseik, valamennyien számon tartják. Azért még egyszer mondom, 100 évre vagyunk, tehát harmadik, negyedik Igen. generációról van szó. Tehát lazultak a kötelékek. Mégis amiről örömmel számolhatok be, hogy úgy emlékszem 18 név érkezett be. Ezt úgy kell érteni, ezt a 18-at, hogy ebből 6-8 az egy családtól van, tehát egy hősi halottnak a leszármazottai. Tehát összességében vagy 6-8 olyan személynek a leszármazottaitól kaptunk visszajelzést, címet, stb. Miért fontos ez? Mert a hadügyminisztérium, amelyik mindig is mögött állt a folyamatoknak, és gyakran eljött megszemlélni a történéseket, azt kérte tőlünk, hogy az ünnepségre, amelyet közösen szeretnének megtartani a várossal, hívhassanak meg olyan személyeket is, akik még ápolják az emlékét az ott elhelyezett hősi halottuknak. Egyébként hogyan él az emlékezetedben? Ezeken a kis parcellákon, a sírhantokon, mert a legtöbbje mielőtt ugye még hozzáfogtatok, gyakorlatilag szinte már alig látszott, bár az utóbbi években azért valamilyen rendtakarítás volt, hiszen én emlékszem azokra az évekre, amikor ott szinte benőtte teljesen a borostyán, a folyondár, minden, alig látszottak ki, csak éppen a kis sírjeleknek a tetejei. Hogy azért így halottak napja tájékán egy-egy kis virág vagy mécses elhelyeződött. Lehet, hogy nem a leszármazó, Igen. hanem tiszteletből, bár akár idősebb vagy fiatalabbot elhelyezte. Azért ez olyan szép. Mostanában én is azt gondolom egyébként, hogy lehetséges, hogy nem is minden esetben a leszármazók visznek oda virágokat, hanem azok, akik emlékeznek, akiknek fontos az, hogy ott elhelyezzenek egy szál virágot, vagy vigyenek egy cserép virágot, vagy éppen megcsináljanak egy sírhantot. És ha még szabad maradna a sírhantoknál egy pillanatra, ugye kezdetben, tehát az első években, vagyjuk úgy, hogy 1927-ig, ezek fasírjeles, egyszerű földsírhantok voltak. Aztán, amikor a kősérjelek elkészültek többeknek, éppen anyagérejüknél fogva, megadatott az, hogy egy sír keretet is készítsenek például, tehát egy picit szebbé, úgymond szebbé varázsolták adott esetben azt a sírt és annak a környezetét, de a többség, hál' Istennek, megmaradt, ilyen borostyánnal befutott, de inkább földsírhantos sírnak.
Na most mi arra törekedtünk, hogy azt a katonás rendet, ami az ilyen hősi temetőkben mindig is fönnállt, hiszen ezek a sírkövek ugyanúgy sorban állnak, mint ahogy a katonák is sorban álltak katonaruhában. Glédában állnak, erről arról keresztül. Ekkor következőleg arra törekedtünk, hogy ugyanúgy sorban álljanak a föld sírhantok is, tehát ma a szemlélő, ha megáll, akkor azt látja, hogy bármere is tekint, katonás fegyelem uralkodik a temetőben, úgy, mint ahogy életükben is uralkodott annak idején. Mi ugyan ezt nem nagyon láthattuk, hiszen pont már a koruk miatt azért ez eléggé eldűltek, borultak, de azért, hogyha most eszünkbe jut egy-egy katonai temető, mondjuk egy nagyobb katonai temető, igen, tehát a magassága mindenhol egyforma jelek vannak. Tehát ez, most hát ebből a ez most itt biztos nagyon szépen előjön, igen, nálunk is. Ebből a pályázati forrásból természetesen minden részletre kiterjedően tudtunk figyelni, így arra például, hogy ezeket azonos magasságba állítsuk, katonás fegyelem legyen a sírkövek között, illetve minden sérülést, ami ezeken volt, ezt kijavítsunk, minden szöveget, minden betűt újjáírjunk, és ami talán nem kevésbé fontos, hogy elhelyeztünk a temető előtt, a déli oldalon az út mentén egy olyan temető rácsot, egy vaskerítést, ami ékességére szolgál ennek a helynek, ráadásul közvetlen kapcsolatban is áll ezzel a helyel, tekintettel arra, hogy 100 éven keresztül ezek a vaskerítések a régi felső temetőben sírkerítések voltak. Úgyhogy onnan emeltünk ki néhány métert, felújítás után itt helyeztük el. És azért említsük meg, hogy kik vettek ezekben a munkákban részt. Egyrészt a Újfejtói Török BT, egy kőfaragó cég az, amelyik körülbelül egy hónapon keresztül végezte a felújítás munkálatait a köveket, illetően, és a Hajdonánási Tartósító és Építő Szövetkezet pedig végezte a felújítási munkátokat, tehát könyves munka, vaskerítés, elhelyezés, stb. Nem tudom, én úgy emlékszem, hogy volt egy-két sírjel, ahol még fénykép is volt. Maradt ezekből valami, vagy mert teljesen elenyészett? Maradt. Ezeket a 50-es, 60-es években, illetve később is, tehát ha maradt fönn fénykép, akkor utólag ráhelyezték a sírre, ezek kivétel nélkül mind megmaradtak, hál' Istennek épp állapotban. És akkor ezek, tehát ugyanígy rajta maradtak, tehát ugye az egyen, vagy a egyformaságnak nem estek akkor ezek nem áldozatul. Igen, tehát ezek helyükön maradtak. Jóska, személyes kérdés. Én úgy gondolom, és úgy vélem, hogy neked mind a mellett, hogy mint szakember, te mellszélességgel láttál emellett a dolog mellett, valahol egyfajta személyes indítatásod is van. Valahol ilyen belsőből, nagyon belülről jövő valami, tehát a katonasághoz, mint olyanhoz neked valami erős kötődésed van. Jól érzem, vagy nem jól érzem? Teljesen jól. Én kétszer voltam katona. Ugye főiskolásokat, egyetemistákat annak idején, 1960-70-es, 80-as években, mielőtt elkezdték tanulmányaikat, elvitték egy évre, majd aztán valamikor visszavitték még a maradék időre, engem is 10 év elteltével. Nekem egyébként is. Én a katonai esküvet, ha elolvasom, akkor ma is könnyes a szemem. De ezen túlmenő az én nagyapám első világháborús hős volt, bár nem hajdunánási, mint ahogy én sem vagyok hajdunánási. Végig harcolta a háborút az Isonzó mentén és más helyeken, ott volt az erdélyi román betörésnél is, kivette a részét a románok kiszorításában, komoly sérüléseket szenvedett, egész életében oldallövéssel élt, 80 éves koráig. Nos hát ezek együttesen egyrészt, másrészt pedig az, hogy volt módom foglalkozni a hajdonánási hősök történetével, 2012-ben megjelent könyvemben ezt részletesen feltártam. Én akkor fohászkodtam a Jóistenhez azért, hogy egyszer adassék meg a lehetőség, hogy nekik méltó körülményeket teremtsünk, olyat, amire az utódok 100 esztendő múltán is büszkék, úgyhogy örömmel mondhatom, hogy hál' Istennek elérkezett. Nem tudom megállni, még egy rövid kérdés, hát ugye említetted, hogy 80 éves koráig élt nagypapát, tehát akkor mesélt neked ezekről a világháborús dolgokról, élményekről, román betörés, hiszen ezt később te, mint felnőtt szakember, feldolgoztad. Mesélt szegénykém, csak hát én akkor 10 éves voltam, 1-2-3 éves, tehát sajnos a világlátásom ma baj volt abban az időben, de sok minden megmaradt. Így hát amikor kicsit érette fejjel ezzel a történettel foglalkozhattam, akkor igyekeztem utána nézni mindennek, az ő hadszintéri jelenléteinek, aztán a kitüntetéseinek, fogságba esésének, sérülésének. Úgyhogy ezek azok, amik miatt így megerősödtem abban, hogy nagyapám emlékét is ápolom akkor, amikor a nánási hősökkel foglalkozok.
Mikor lesz, gondolom néhány héten belül, de tudható-e már az, hogy mikor kerül sor az avatásra, hiszen most ugye már elkészült tulajdonképpen avatásra kész, de még igen, a mai nappal vegyük úgy, hogy befejeződött a teljes felújítás, ez 2,5 hónapos munkát jelentett. Ma kedd van, amikor beszélgetünk. Október 31-én. Október 31-én beszélgetünk. Délelőtt 10 órára érkezik a hadügyminisztérium néhány katonatisztje a végső szemmelvételezésre. Minden bizonnyal most fogjuk akkor fixálni azt, hogy ezt a helyet, ami egyébként számukra nem csak tetsző, hanem éppen ebből következőleg országosan kiemelt hely, mint kegyeleti emlékhely, ezért egy országos esemény keretében fog megvalósulni majd ennek a helynek az újraavatása, hogy mikor ezt mai napon eldöntjük. Hát akkor azt gondolom, hogy kedves nézőinkhöz is fordulhatunk, hiszen erre az eseményre azt gondolom, hogy mindenkit nagyon szívesen lát a szervező, rendező bizottság, illetve az országos, a hadügyminisztérium képviselete is. És hát akkor majd figyeljük a híradásokat, hogy mikor kerül erre sor. Jóska, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen is.